Az első Waldorf iskola Stuttgartban 1919-ben kezdte meg működését, így könnyű kiszámolni, hogy a Rudolf Steiner nevéhez kötődő oktatási módszer idén ünnepli 100. évfordulóját. Ez alatt az idő alatt szerte a világban 1000-nél is több oktatási intézményben tanítottak ezzel a módszerrel. Magyarországon 1926-ban nyílt meg az első iskola, és pont 20 éve annak, hogy az első Waldorfos gyerekek Szekszárdon is átlépték az óvoda kapuját. Alapító szülő voltam az óvodánál, bábáskodtam, aztán az iskola alapításában vettem részt. Egy darabig kurátorként tevékenykedtem, most már csak szülőként. Ez a 20 év nagy változást hozott mindenkinek. Kinőttük a kis családi házat, ahonnan az óvoda indult, és sikerült egy olyan helyet találnunk, ahol elfér egymás mellett az óvoda és az iskola is. Egyre szépül, azt gondolom, és rengeteg munkája van benne a szülőknek, de minden nap azt látjuk, hogy érdemes munkát beletenni, és érdemes rábízni a gyerekeinket a pedagógusokra. Már nem úgy néznek ránk a városban, mint csodabogarakra, hanem kezd a Waldorf intézménynek egy súlya lenni annak a névnek, hogy Waldorf. Talán hozzájárult az is, hogy már több évfolyamunk kiment az iskolából, és ők bizonyították azt, hogy igenis emberek nőnek fel itt, nem is akármilyenek. És talán a szülők is jó hírét viszik az iskolának és az óvodának. Számos téves információ kering a Waldorf pedagógia tematikájáról, aztán a tapasztalatokat szerzők azt mondják, soha nem vinnék máshová a gyereküket, hiszen olyan világképpel gazdagodnak, és olyan környezetben nőnek fel, mely pozitív irányban tereli őket. Igazából egy olyan utat kerestem a gyermekeimnek, ahol figyelembe veszik az ő érzéseit, a fejlődési sajátosságát. Egy más utat kerestem, mint amit az állami oktatás nyújt. Olyan környezetet tudunk teremteni mi szülők a gyermekeinknek, ahol ők jól tudnak tanulni. Olyan dolgok veszik őket körül itt az iskolában, amit a szülők a két kezük munkájával csinálnak. És ez a gyerekeknek is nagyon fontos, és ezáltal megtanulják azt az értéket, hogy nagyon vigyázzanak az őket körülvévő dolgokra, hiszen azt apa, anya készítette. Egy mintaadás, illetve egy olyan értékrend, hogy egyrészt szándékosan nincs rongálás itt az iskolában, tehát nincs firkálás, rongálás, bárminek a letörése, tönkretevése, illetve nyilván szívesebben vannak egy olyan környezetben, ami köthető a saját szüleikhez. Ez Waldorf iskola egy kicsit más van, szóval így, és így általában megértik, de furcsálni szokták, szóval így kicsit furán néznek, hogy itt tényleg nincsenek jegyek, meg ilyenek is, szóval el tudom magyarázni, de így érdekesnek találják. Kedvesek a tanárok, meg a osztályközösség összetart. Vannak ilyen művészeti órák, rajzolunk, festünk. Egy ilyen összetartó, egy ilyen csapatmunkában dolgozó, meg mindenki segíti egymást. A Waldorf pedagógia célja, hogy módszereivel és elméletével a gyerekek egészséges fejlődését támogassa, miközben igazi közösséget épít a gyerek, a szülők és az iskola vagy óvoda bevonásával. A Waldorf pedagógia lényege ellentétben a többivel, hogy a Waldorf iskolákat a fej, a kéz és a szív iskolájának nevezik, ami azt jelenti, hogy semmi olyan intellektuális tartalom nincs, amihez ne társulna egy tevékenység, és ne társulna egy morális hozzáállás, egy érzelmi töltet. Tehát mindent úgy tanulunk, hogy tevékenyen, és hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez, tehát minden izgalmas legyen. A Waldorf iskolákban nagyon kemény szabályrendszer van, tehát az a helyzet, hogy minden napnak megvan a ritmusa, pontosan fel van építve minden nap, hogy mikor mit kell csinálni. Megvan a gyerekek szabadsága szűk határokon belül. Hát ki vannak jelölve egyértelműen a határok, hogy mit lehet és mit nem lehet, és azon belül megvalósíthatják magukat. A szabályos rend nem csak a napi, de az egész évi teendőkre is igaz. Így az ünnepkörök határozzák meg az adott időpont egész jellegét és tevékenységeit. Így karácsony előtt természetesen az advent, mely Waldorf körökben, a bazárban és az elcsendesülő kalácsonyvárásban egyaránt testet ölt.